kedves Erik és kedves Tímea, Isten kegyelméből az életetek egyik legkülönlegesebb és legszebb napjához értetek el. Veletek együtt örül mindenki, és veletek együtt örülünk mi is, hiszen ez a nap arról beszél, hogy Isten nagyon szeret benneteket. Kegyelmes volt hozzátok, amikor megfogalmaztati életeteket, megszülethettetek a kiválasztott családokba, Isten erőt adott a szülőknek, hogy épséges, szép, fiatal embereket neveljenek belőletek. Legyen érte a dicsőség az Istené, hogy gondoskodott rólatok, családjaitokról, és elértette veletek ezt a napot, ami mindenképpen a kegyelemről beszél. Ami arról beszél, hogy Isten szerető Isten, Isten hatalmas Isten, és titeket nagyon szeretett. Megtervezte az életeteket. Megtervezte azt, hogy egymásra találjatok, hogy egymásba szeressetek, hogy egymás kezét megfogva egy életen át járjátok ezt az utat. Vőlegényünk Erik arra adta szavát, hogy kérjem ki részére az ő drága mennyasszonyát. Adjon Isten a nász népnek örök békességet, és adjanak egy szép hajadont ennek a fresh vőlegénynek. Kedves vőlegényünk, kedves Erik, figyelj rám egy percre, és velej nékem egy egyszerű magyar kérdése. Ő az a lány, akit eljegyeztél, akinek te örök hűséget ígértél. Igen. Tehát a dolog tényleg így vagyon, én átadom el a lányt, akit itt tartok karomon. Én átadom barátom azzal a kívánsággal, hogy együtt éljetek a sírig, örök boldogságban. Szabad a csók, nagy tapsot kérünk a párnak!